Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai alkalommal egy rendkívül különleges temetkezést szeretnék megmutatni. Egy úgynevezett, hát régész zsargonnal tulajdonképpen gödörbe helyezett halott gödörhullának szoktuk nevezni. Egy nagyon különleges temetkezési rítusról van szó. A halott egy teljesen átlagos kör alakú gödörbe ültetett pozícióba került elhelyezésre. Valószínűleg törökülésben ülhetett, és a föld hatására került a hanyatfekvő pozícióba az évszázadok során. Maga a temetkezési rítus rendkívül különlegesnek tekinthető. Egyértelműen látszik, hogy eltér a szokványostól, hiszen nem sírgödörbe került eltemetésre. Feltételezhetjük, hogy valamiféle áldozati temetkezésről van szó, valamiféle áldozat lehetett a halott. Ugyanakkor rendkívül nagy gonddal került végső nyughelyére, több melléklete is van. Itt láthatók úgynevezett hordó alakú gyöngy, illetve egy lapos üvegpaszta gyöngy. Mindkettő arra utal, hogy feltehetőleg egy női temetkezésről beszélünk. Erre utal egyébként magának a csontváznak is a kialakítása. A koponyán is látszik, hogy egy nőies vonásokkal eltemetett halottról lehet szó, illetve a medence csontja is tulajdonképpen erre utal. Ezen kívül itt található egy vaskés, illetve a lábánál egy korongolt, szürke színű kisebb edénynek a teljesen épp példánya látható. A temetkezés koráról el tudjuk mondani, hogy valószínűleg a legkésőbbi szarmata időszakról beszélhetünk, ez feltehetőleg maga a temetkezés kora 4-5. Század, ami beleillik az egész itt található szarmata telepnek az időszakába, illetve hát ez már egy rendkívül kevert időszak az Alföld életének történetében. Tulajdonképpen ez az az időszak, amikor a keletről megindul a hun vándorlás, és a hun nyomás hatására egyre több germán eredetű nép nyomul be az Alföldre. Ez egy rendkívül kevert és válságos időszaka az Alföld történetének, és ebben az időszakban kerülhetett eltemetésre ez a halott is.